Na szavaztok srácok, én Jason vagyok, és ebben a videóban érkeztük a legújabb készhágos videóhoz, amiben van 4000 gyönyörű dollárunk. Ne felejtsétek használni a Jason Play promókódot, hiszen kaptok 10% deposit bónuszt, illetve kaptok ingyenes ládákat, illetve benne is lesztek egy giveaway-be. És illetve gyerekek, a bátyának is van egy giveaway, aki nem tudná, 5 dollár kell feltölteni a Jason Play kód által, és akkor benne lesztek egy 1000 dolláros gyönyörű nyereményjátékba, még 41 gyönyörű ember kell, hogy beszálljon, és akkor el is indul a 10 lapos visszaszámlálás. Illetve, aki nem ismeri azt az oldalt, vannak free ládák, ugye a szintekhez vannak adva, most nekem már a 73-as tudom intézni, amiből napi 4 dollár jön minimum, illetve az előző ládák, szóval ezt be is gyűjtöm, köszönöm szépen, majdnem 5 dollár. Plusz, hogyha szintet léptek, akkor tudtok kollektálni dolgokat, én most tudok, pap, 81-ért kaptam 150 dollár balanszt. Na gyerekek, hát bármi is legyen ebbe a videóba, remélem jól fog elsülni, egyből egy 5-öt, hát egy 500 dolláros betőle bekezdünk. Ez vagyok én, mi van, ha jön? Remélem azért nyerünk is valamit, benne van, hogy nem. Gambling gyerekek, úgyhogy nézzük. Azt a kurveget! Jó kezdés! Balra jött a kés, mert egyébként én sem húztam olyan rosszat, szóval ez még simán intézhető lenne. Figyelj, még annyira durván vagyok lemaradva, úgyhogy balra jön... Balra jön egy gyönyörű kés, akkor meg lehet, de még kikaphatunk egyébként, szóval nem tudom, minek örülök. Jaj, de gyönyörű start lenne, édes Úristen, please. Meg vagyunk. És hatalmas nagy vinnel kezdünk, ember! Hatalmas nagy vinnel, édes Istenem, köszönöm. Egyébként én már örülök. Ha innen elbukok mindent, én már boldog ember vagyok, mert nem lett mínuszos a videó. Ezt kimondom. Úgyhogy ebből a Dreamből is nyitunk egy ötöt. Nem tudom, kit hívjak, úgyhogy full random hívom a botokat. Ja, Istenem, köszönöm, hogy nyertem. Ú, élőadásban, aki ott szokott lenni a készegélő adásokon, gyerekek Twitch-en. Olyankor szoktam bukni, hogy ketté szoktam ütni a monitoromat, szóval most. Ha készeg a gyerek, akkor ez nekem nagyon jó érzés, őszinte leszek. Úgyhogy ez most így, de egy jó plusz érzés. Na, ez eddig elég gatya. Egy kés nem láttunk még ahhoz képest, hogy Dream Knives, my G. Akkor hol van? És ezt így el fogom bukni, hogyha 20 dollárokat pullolok. És ezt el is buktam. Na mindegy. Csánk egy 647-eset, hát kicsit drága mulatság, ezt kimondom. De mi van, ha jön? Ekkora balasz, ha ne szórakozzunk már, gyerekek. Jelent balra egyből a gyönyörű pull? Nem tudom, oké, 42 eléggé gyenge, majdnem 100 dollár az a láda, 95 azt hiszem. Ez is gyenge, bár legalább én húzom a jobbakat, köszönöm szépen. Ez nem tudom mennyi, úristen, büdös szar. És most ez majdnem egy 400 dolláros láda, nézzük. Az mennyi? Jó, de jó, duplázó. Ez az, bazd meg. Ez a láda egyébként egy büdös szar szokott lenni, csak novajákat dobál meg ilyen gátnájfot, amit láttatok. Mi van, ha jön? 4V-be! Megőrülünk, gyerekek! Ez van! Sprite! Mi van, ha jön? Ja, Isten, de jó gyerek! El se hiszem. Ez egy büdös szar. De van még esély valami jót húzni. Az enyém talán... Nem az enyém a legjobb, pedig úgy nézett ki. Jó, ez eddig gyengusz. Ajajajajajaj, Gamma Doppler Flip Knife, hát ezt azért nehéz lesz beatelni, ezt kimondom, az nem elég, lepéjeltünk neki nagyon szépen, hát egyébként nem tudom, nem nyertünk, de ez péjelt, ezt ki kell mondani, gyerekek, ez péjelt, 2400 gyönyörű dollár. Van ez a Crazy Pizza, én ebből berakok egy 10-et azért srácok, mert ez brutál ez a láda, olyanokat láttam belőle pullolni, a botok által, nem általam egyértelmű, hogy beszartam. Olyan késeket, úgyhogy hát én is kapok ebből egyszer egy kést. Az egy gyönyörű dezi! Jó! I'm down, bro! Ha most ezt kikapom, az meg átütöm a monitort. Ha most húzzák majd a stilettó késeket meg ezeket, akkor nagyon idegben leszek, Tibi. Akkor nagyon. Mert volt már olyan, hogy kész stilettót is kihúztak. Úgyhogy most idegesít. Jó, na kis navaja. Az a stilettó, ami mindig... Hát a stilettó most nem lenne drágább, hogyha véletlenül húznának egyet. Egy kis kést amúgy húzhatnának, hogy legyen egy kis value, de csak én legyek itt a nagy sztár. De eddig eléggé gyengék a botok, úgyhogy vamos. El sem hiszem, hogy nyerek, készhágon, geci. Végre. Gyerünk közép, meg jobbra egy kis kés, nem kell nagy, egy kis... Oké, okay, kis tavaly, gyönyörű, erről van szó. Kis value, you feel me? Csak most már ne húzzon semmit a jobb oldali, mert akkor nagy a baj. Utolsó ládával még leszivathat az... Csak nem fog, ugye? Jó! A középső az egy büdös szar volt, ezt kimondom.
Ezt vissza is adjuk egyébként, mert akkor a nagy ládából jöti. Ez egy büdös szar volt a Gadget, de elvisszük. És a 500-asból szeretnék 2 darabot, gyerekek. És ezt 4V-be, mert brutális skineket láthatunk kipullolva. Reméljük általam. Ezt a meglátjuk. $500 ez a láda majdnem. Úristen. Én mit húzok, tesó? Atya úristen, én mit húztam? Atya úristen, én mit húztam, gyerekek? Hagyjuk is. Amúgy gyerekek, van ilyen cashback bónusz, itt tudtok kétszer cserélni. Egyik drágább egy dollárral, ugye claim bónusz, és ezt tudjátok upgrade-elni, eladni, vagy begyűjteni magatoknak. De én eladom. Van még 1400 gyönyörű dollárunk, gyerekek. Amiből 700-at fel is rántok egy 3V-re, izomból. Tudom én, jöjjetek ti. Azt gyerünk. Az büdös szar. $27, ne idegesítsé. Ennyi volt a lak? Vagy valamit? Az jó lesz szerintem, így van 179, vagy átvettük a vezetést, és az utolsó láda... Hát a Gamma Doppler, azt kicsinált. Én azt mondom, gyerekek, ezt felhúzzuk egy online-re. Legyen több ládikau. Például ez. És nem tudom, mennyink van, még tudunk, akkor... Legyen így, én a mondó vagyok, egy 3 vaj. Akkor a mai utolsó betül, a Gadgetet behívjuk, mert úgy elvert, mint a szart, hogy hát, ha megint megöklöz. Pedig jobb oldalt jött a Shadow, most balra kér egy Marble Fade vagy egy Gamma Doppler, köszönöm szépen. Egyik se jött. Ajjajjajj. De még azért húzhatunk valamit. Hát egy $8 például. Az úgy tök jó lenne. Jó van. Viszket az orrom. Kimondom. Az jó! De még kikaphatunk, passza meg. De nagyon nagy pull. Kéne egy kés nekem? Kéne egy kés nekem? Megismétlem magam még egyszer? Kéne egy kés nekem? Páp! Nem jött. Ne húzzon senki se talont, se M9-et, ilyeneket hagyjuk, léci. Köszi. Az még le is péjjel egy kicsit, és az utolsó láda, a gyerekek, nagy láda. Jó, megvan. Ott az utolsó betű, gyerekek, mit gyertünk? 2000 gyönyörű dollár, let's fucking go. Hát gyerekek, ennyi lenne ez a gyönyörű készhág videó. Írjátok meg komment szekcióba a véleményeteket, illetve amúgy gondolkoztam azon, hogy lehetne több keydrop és készhág egymás után. Erről is nyugodtan írjatok kommentbe, mert ilyen 4-3-tól 5000-ig megszoktátok nézni, de így nem írtok sokszor, hogyha nincs nyereményjáték a videóban, meg lehet ezt már itt alig nézik meg itt a végét. De hogyha te megnézted, akkor írd le, hogy mi a véleményed, hogy legyen több ilyen ládítós egymás után, vagy maradjon a szoki. Köszönöm srácok, aki megnézte ezt a gyönyörű kis videót, akinek tetszett, nyugodtan dobjátok a tapasztalat, lájkot, iratkozzatok föl, léteg, aki Jason voltam. Szavaztok!